Rogue Genesia demo. Ez a játék, srácok, szeptember 19-én fog megjelenni, szóval még pár nap, és hogy mit kell erről tudnotok. Egy újabb Arena Survivors game, olyasmi, mint a Vampire Survivors, de mégsem Vampire Survivors. Kész. Szerintem el is mondtam róla mindent. És most arra akarunk rájönni, azt akarjuk majd kideríteni, hogy mégis ez a játék miben másabb, miben különösebb, miben extrább a többi hasonszörű társától. Hopp, a maximumos ködöt azt rögtön beállítjuk. Maximum. Mindent maximumra. Framerate 120. Reméljük, hogy itt ez működni fog, nem úgy, mint a Saints Row-ba. Jó. Jó. Play. És... Rogues mod. Tökéletes. Meg majd megnézzük ezt a Soul Shop-ot is, hogyha lesz rá idő. F rankú világ. Na, hát ez hasonló felépítésű térkép, mint amit a Faster Than Light-ba már megismerhetetek. Szerintem, már legalábbis én ott láttam először ilyet. Úgyhogy... megyünk a láda fele, az a tuti. Na, megnézem majd, Giga. Megnézem majd, köszi a infót. Üdv mindenkinek közben, srácok. Rare Pike. Mit tud ez a Pike? De a Slay the Spire-ban láttál ilyet először? Aha, tehát alapban... vagy támadunk alapban? Támadunk, jól van. Igazából én csak az irányt határozom meg. Steel Skin defense. Nem akarunk defencét. Damaszkuszi acél sebzés növelő. Az jöhet. Tényleg a Slay the Spire-t majd ki kell próbáljam. Armor nem érdekel. Base damage növelés. Ezt jól láttam, hogy a fegyvernek a fejlesztése? Katana katona? Shurikent lehetett volna neki adni. Ez a goblin izé, ez erősnek tűnik. De nem adott több XP-t. Accuracy. 10% kritikál chance helyett 20%. Ó, a Project Lazarus az nekem nagyon tetszett, Zolcsi. Srácok, felkelt a nap! Elképesztő. Ez az idő múlását jelzi vajon? Thunderstaff. Orbitális thunder. Aha, tehát biblia. Tehát biblia. Thunderstaff fejlesztés, négy projekt áll a három helyett, és tovább marad életben, nagyobbat sebez, és ahogy látom, 7 szintje van. A grafikai stílus nem adja nekem ennél a game-nél. Igen? A játék csipog, vagy a háttérben a Discord mikrofon mute gyors gomb. A játék, ez a pürü-pürü, ez a, amikor felveszem az XP-t. Ugye a karakterünk 2D-s, de a világ meg az meg ilyen 2,5D-s vagy 3D-s, nem tudom, hogy lehet ezt jól mondani. Mit akarunk? 300 goldot vagy kártyát? Kártyát. Defense. Damage növelés. De gondolom, hogy ez 2 jutalom. Azt hittem, hogy választanunk kell. Na hát, merre megyünk? Láda vagy láda? Hát, mehet a láda.
pork statue. A kaja növeli a sebzésünket. Light hand, attack speed megnő 33%-kal, viszont a sebzésünk csökken. Ez jól hangzik, de én nem akarok ilyet bevállalni, amilyen ad is, meg elvesz, ilyet az elején nem akarunk bevállalni. Inkább egy fejlesztés, egy tandást, a fejlesztés az mindig jó. Hát a kérdőjel. Szól a kártya. Gondolom a többi cucc is szól a kártya. HP regen. Kérünk HP regent. Ez fura volt. És a pálya maradt ugyanaz. Ó, és van olyan item is, ami beszívja az összes XP-t. Az a helyzet, hogy most a kérdőjel az kb. Csak kártyát adott nekünk, hogyha jól értettem. Thunderstuffot fejlesztjük, srácok. Ott van valami gombás manus. Nagyon XP, azt mondja, hogy crit chance, lencse. HP regen. Valószínűleg a HP regen egy useless stat. Na, egy kártya. Movement speed. Additional projectile, base damage csökkentés. Nem. Ez nagyon fájdalmas lesz, ha elszabadul, mint a VS. Az biztos. VSD-vel itt tudunk mozogni, és rámegyünk a koponyára. Jó van, jól jön a HP regen, most látom. Igen, szintet tépünk. Azért van. Katana! Hoppácska! Ez egy fegyver, ahogy látom. Damage attack delay enemy slash per enemy. És hol van ez a katana? Csinál valamit? Kaptunk egy boss-t, én annyit látok. Projectile speed, az kell. Gondolom jó lett volna megölni a boss-t. Fejlesztem én a katonát, bár nem láttam, hogy így csinált volna bármit is. Láttátok, hogy a katona bármit is csinált volna? Pike! Na végre fejlődik, srácok, a pike-unk. Ugye az volt az első támadásunk. Többet lövünk ki magunkból. Area based attack range, knockback, projectile speed. Na, itt van még egy boss, de hát... Itt nem tudom, hogy győzzük le. Jó, egyelőre elég szépen kapja. Mi múlik, srácok, hogy vége van a játéknak? Mármint, hogy így ennek a stage-nek? Healing Factor, HP regen növelés. Movement speed. Meg mire megyünk majd a coinnal vajon?
Jobbra fogok menni, mert ott a láda. Megpróbálom megölni a boss srácok. Nem tudom, így történt bármi is. Ha még több projectile a staffon. Most újra kezd sötét lenni. És egyre több ilyen gombás nép van. Ott volt egy heal. Base damage, projectile speed. Ezt kimaxoltuk most. Az helyzet, hogy ennek a Thunder Cusznak nincs elég sebzése. Nagyon kapom a sebzést. Jújjúj! Meghaltunk szerintetek? Nem, azt hittem. 16-os vagyok. Critical damage növelés, projectile size! Na tessék! Mert a koponya. Felvettük az XP összeszívót. És a boss is majdnem felvett minket. Katana fejlesztés. Amúgy, mintha látnám, hogy párszor így suhint egyet a katana, de az helyzet, hogy érezni nem érződik amúgy. De biztos csinálja a katana a dolgát, csak nem látom. Olyan jól. Weak but large attack. Tehát ilyen knockback-elő támadás. Projectile lifetime, az is kell. Most a HP regent egy kicsit kevésnek érzem. Még nagyobb projectile-ok. Attack speed, projectile lifetime. Attack speed, legyen az attack speed, srácok. Mehet a láda. Hoppá, ezt nem néztük meg, hogy micsoda. A projectile-jaink három kisebbé szétesnek. Jöhet. XP-t is kaptunk. Azt a koponyát lehet. Nem tudom, megnézzük-e. Adjuk ki, így elsőnek? Adjuk ki. Thunderstaff fejlesztés. 20-as szintűek vagyunk. Aha, érződik egyébként. De például az is kiderült, hogy a Thunderstaffnak nem projectile-ja van. Vagy én nem tudom, valami van. Valami nagyon szépen nézett ki az előbb. Damage mitigation, base damage növeléssel.
Most valami nagyon megváltozott, srácok, itt a Thunderstaff-val. Nekem tetszik egyébként, de a sebzésünk még mindig kevés. Érdekesek amúgy ezek a felhők. Ez amúgy nagyon kellett. Pike fejlesztés, plusz egy projectile, illetve nő a Pike-nak a size-a, attack delay csökken, damage nő. Sok XP-t adott ez a boss. Azt nézem, hogy alig tudnak hozzám közel érni. Katonát fejlesztjük. Remélem a végén lehet látni majd ilyen számokat, hogy mivel mennyit sebeztünk, és remélem a katona nagyon elő lesz. Amúgy ott volt a mágnes, azt kellett volna felvenni. Projectile lifetime. Knockback. Legyen projectile. Hú. Szerintem elsőre egész sokáig sikerül eljutnunk, nem? Attack speed jöhet. Hiába nyomtunk mágnest, egyszerűen kevés van. Kéne amúgy erre a Thunderstaffra valami sebzést tevetlő. Damage Multiplier. Kirakjuk. Mert ez egy heroikus fejlesztés, tehát ezt beadhatja később is. Jó, ő nagyon nagyot rám csapott. Base damage növelés. Jó. De azt mondom, nektek kezd alakulni a sebzés. Pike fejlesztés. Na nézzük. Kártya. Attack speed. Dash. Lehetne dash-elni. Amúgy az lehet, hogy jól jön, nem? Pénz. Ellenség, mert az ellenség. Ja, ott van. Ott van egyébként. Kikapcsolom a kocka számokat. Meddig kell túlélni, és mennyi ellenséget kell megölni. Vagy mennyi ellenséget kell megölni, nem tudom, hogy ez is vagy. Csak a kocka számok pont takarták, bal fölül. Kinek esetleg kérdés lenne, hogy miért addig megyünk, ameddig. Jó. Ez lenne az utolsó Thunderstaff fejlesztés? Egyébként. Vagy utolsó előtti. Oké.
Oké, nem sokára vége ennek a körnek. Healing faktor, azt lehet fel kellene. Kicsit jobb a grafika, bár elég egy oldal. Egy oldalú? Ja, hogy lehetne új pálya például, arra gondolsz? Vagy pálya rész? Lehet ugye még ez még csak demo, szóval kíváncsi vagyok, hogy a teljes megjelenés az így mivel fog eltérni, majd megnézzük srácok így a végén mit mondanak a Steam-en. Ezt a boss már nem fogjuk tudni megölni, ahogy látom, ja. Base damage növelés. Katana. Accuracy. Legyen a katana. Attack delay még lejjebb csökken. Közeledünk, srácok, a boss felem. 30-as szint. Tizenhatot kriterünk gondolom a katanában. Nem tudom, hogy megbolygassuk el a kört a kör szélét. Ez a boss szépen hal. Azt tetszik egyébként, hogy ilyen dinamikus az időjárás. Meg a napszak. Váltakozás. Sword rang. Pierce damage. Ilyet. Láttam, eldobott egyet. Nagyon lassan kapjuk basszus már az XP-t. Projectile lifetime-ot kérünk. Sword rang, jöhet. Ott a boss srácok a végén. 32-es szint. Hát én úgy gondolom, srácok, ez nagy mázdi volt, hogy ezt a staffot ki tudtuk venni, ezt a lighting staffot, vagy mi a manót. Mert hogyha nem lenne ez a folyamatos védelem, akkor valószínűleg nem jutottam volna el eddig. Megöljük a gembát. Megint meg kell ölni a gembát. Nem akarok ilyen skint, inkább a movement speed. Bár movement speed, nem tudom ki ellen, tehát hogy ki elől akarok elfutni. Mindig ott vannak a hátsomba.
Hát majdnem negyed órája nyomjuk, sőt több mint negyed órája nyomjuk el ezt a ránt. Ez komoly. XP! Accuracy. Vagy Soldrang. Soldrang egyetemen. Ez most micsoda? Ja, előre jöttem. Gomba. Gomba. Kapja a gomba. Nem a bumerágra gondolsz? Egy fröcsköl belőled a frisbee. Ja, azt hittem, hogy az izére gondolsz a... Ja, bumerágra gondoltál? Akkor jó. Cefre, wow, köszi szépen a 40 hónap töretlen támogatásodat, az komoly. Köszi szépen, Cefre. Jesus. Peregjenek, srácok, Cefrének a szvegek. Damage multiplier jöhet amúgy. Köszi szépen a támogatásodat. Elfelejtetted a bumerangnak a nevét? Mindenkivel előfordulhat Isten. Hát valószínűleg a bossnak a mechanikája nem fogja hagyni, hogy én hasonló módon végezzek vele, mint ahogy itt a többiekkel teszem. Ott egy nagy gomba bal fölünk. Egy nagy gomba. Még nagyobb damage szorzó. De lehetne mágikus wand is. Oda jó, hogy még a végén össze tudtunk húzni az XP-t. Köszi szépen elsebet a pergetés neked is. Na, projectile lifetime, projectile speed. Hiperszonikus. Na gyere, jóló, egyszer élünk. Cardsell. Ja, hogy itt lehet elkölteni a pénzeket. Értem. Csökkenti a bossok eritek HP-ját 30-al. Hát ilyet vettünk. Szolgám... jobban növeli az XP-nket. Shop reroll, range. Projectile lifetime. Hát, hogyha már eladtuk, akkor veszünk ilyet is. Accuracy, veszünk olyat is. Olyat is, olyat is. Olyat is. Nagyon jó. És még újra is lehet rollolni. Damasz kuci, Damasz kuci a cél. Jó, adjad. Yes. Slay the Elite, azt mondja a játék. Fire Spirit 20% eséllyel felgyújtja az enemit. Wow. Még jó, hogy Movement Speed-et hoztam egyébként, szerintem.
Slay the boss! Ah, tehát voltak elitek, ez most meg a boss. Rám rásolt. Ilyen HP. Ja, most lát HP-m. Dash. GG easy? Azt mondjátok? GG easy, srácok. Túl könnyű volt a játék. Köszi, köszi. Annak amúgy achievementek. Kill the boss of the demo. Az átverés volt. Megöltem azt achievement, haló. Sehol az achievement. Hát ez átverés volt, srácok. Na nézzük ezt a Soul Shopot. Uh-huh. Ja! Soul Shop. Ez a roguelite-ja, tehát roguelite része a játéknak. Galambosi József, köszi szépen a 3 hónapot és gratula az újabb badge-ethez. Pick up distance, banish, rarity reroll, max HP damage, mert a pick up distance. Jó. Akkor mert a, mit tudom én, dash charge. Egyért vettünk egyet. 2x2-t. Majd 10x2-t. De ezeket a módosításokat csak az F-tierre vettük, ahogy látom. Azt mondod, József? Generál stat. Ott van. Vannak ilyen statok. A katana 2325-öt ölt, a Thunder Staff meg 5200-at. Total boss killed, de az achievementet nem adta meg. Menjünk még egyet? Menjünk még egyet! Ott 3 ellenség is van. Túl jó vagyok, srácok, ezekben a játékokban. Na, jelent a Sword Rank. Időben belefér? Azt néztem, hát most így nem nézünk még egy játékot attól, hogy ezt most végigjátszottuk. Ilyen a dash. Ott írja alul a charge-okat. Ja, én space nyomtam, azzal is lehet dash-en. Ez nem Dark Souls? Mármint, hogy mire gondolsz? Critical chance. Szevasz, Ben. Képzeld, megöltük a boss, de achievementet nem adott a játék. Azt mondd el nekem, Ben, hogy mi a titkos achievement a játékban. Ja, hogy nehézségre.
Hát de... Movement speed lassabb, HP több, projectile size nagyobb, projectile speed lassabb. Nagyobb sebzés, nagyobb knockback. Majd kirakjuk a movement speed-et. Szóval, hogy mi a titkos achievementben? Szóval szerintem attól, hogy most azt látjátok, hogy végigvittük az első pályát elsőre, attól még nem a játék könnyű szerintem. 120 szek alatt nyírt ki a boszt. Ja. De nekem hogy nem működött szerinted az acsi. Másnak nem volt ilyen hibá... gondja. És másodikra adta, meg egyszerre nem akarja, elsőre nem akarja, aha. Nekem volt, nem tudtam letölteni. Más fegyvereket is ki kéne amúgy próbálni. Csak a rarity alapján választottam. Neked van valami kedvenc build-ed ebben a játékban, Ben? Damage multiplier. Additional projectile. Torn build-et oltam le, sajnál magát nyírta ki a 70 szek alatt. Lehet ilyet. Ez jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik, Ben. Kezdenek megjelni a gembák. Ez helyzet 7-es vagyok, de nem érzem olyan jónak ezt a rampet eddig. Amit értem ebben. Projectile speed, ezt ugye helyre lehetne hozni. Hozzuk helyre. Kunáj, na tessék! Végre valami új. Full game-ben erősebb lesz az a build, mert most még papír, vagy az elején... Papír vagy még az elején, de late game-ben megállsz kezdeljen és saját magukat nyírják ki. Most nagyon kell figyelni, hogy mindig kiszed a defet, meg a mitigation-t. Aha. Itt ajánlok egy fegyverre koncentrálj, ami kék, és ahhoz keres upgrade-et. Aha. Szia, bocs, tudom, hogy nem a témához kapcsolódik, de segítségre van a szükségem.
És utána megvettem a PS Plus, de maga a store, a konzolon azt írja, hogy a csatlakozás nem lehetséges. Nem vágom. Ezt nem vágom, Bali. Nekem nem volt ilyen. Max akkor, hogyha nem volt én internetem. Mert mi... A damage mitigation-nel nagyokat lehet menni, azt mondod. Ez tetszik benne. Valószínűleg ezzel a build-el nem fogjuk olyan sokáig húzni most. Egyébként, srácok. Projectile Lifetime, crit chance, arra megyünk rá. Van egy torn két cucc, ahhoz kell a mitigation, meg a defense többi eszkrit. Aha. Azzal a tornal én még nem találkoztam. Pickup range, pike. Pike. Köszönöm. Speed, sebzés csökkentés. Ez kell. Az attack speed kell. Azt nézem, hogy 4 dash-em is van most már. Projectile speed. Na tessék. Damage multiplier. Crit chance. Szerintem amúgy nincs internet a PS-eden, ha már nem kéne. Dash. Aha. Na, kérdőjel nézzük, mit tud. Ez meglepetés volt, 500 szörnyet kell megölni. Au, au. Van internet, már netes gémek vannak rajta. Ja, akkor nem tudom. Szia Zodiac. Vannak ilyen tesztek egyébként, Bali, a PSN. Hálózatletesztelése meg ilyenek, hát ha az segít, hogy kiderüljön, hogy mi a gond a store-ra. Light armor. Hát a pickup range. Bedöglött a PSN a store? Neked bedöglött, Zodiac, mert Balinak nem működik. Akkor lehet, hogy nincs egyedül a problémájában.
Ja, azt hittem, hogy neked is bedöglött. Ó, ott van! Torna! Na, ez tetszik. Rámegyünk. Mehet a tornbild. Péntekre tervezem Survival-t, igen, igen. Mert karbantartás lesz pénteken benne, Zodiac? Három nap alatt eltörted a játékot, jeez! Az komoly. Én nem játszottam vele a hétvége óta. Tartottad a ránokat, hogy meglegyen a tornbild? Nézzük, Ben lecsalja. Void Spirit. Menőnek tűnik ez a Void Spirit. Ezek mond mindjárt agyon fognak vágni. Pike vagy kunai? Pike vagy kunai? Pike. Quick. Projectile Size, viszont Projectile Speed növelés, aha. Sebzés. Szerusz Fate for Reload, üdvít srácok. Elmegyünk erre. Kapjuk. XP multiplier jöhet. Szerintem ez halál most itt, srácok. Eljött a 10. perc. Meg kell venni az XP-t. Fans, legyen. A
defense vajon kellett volna build-ben? Kell? Na, akkor megy. Na nézzük, ez micsoda, Slade Elite, hoppácska. Hát szerintem itt most nagyon bevállalósak voltak. Istenem, meghaltunk. Francba. Na jó. Még egy már nem fér bele, de újra kezdjük. Death meet a life rank. Aha. Hát a restart. Úgy játszunk, mint Ben. Oda néz. Egy katana. Sose torna. A tornt beadhatja itt, nem? Hogy fölöslegesen restartolok. Crossbow, azt nézd! Beadhatja? Akkor jó. Sose torna. Azért az a legendary crossbow az tök menő volt. Mindig a katana. Kérdezz csak még mennyit kell rerollolni. Én oda akarok menni. Firing! Wow! 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 Azt a rohadt! Muti csak milyen vagy? Multiplayer. Ez damage levelés. Ez ígéretesnek tűnik egyébként. Kettő legendary, egy rail és egyik shot a torn. Shuriken? Thunder stuff. Az nagyokat ment. Bolond, kunályok. Kunály. Katana. Crossbow. Amúgy azt lehet akkor. Legyen az, hogy még 5-5 rezeteletünk. Egy. Kettő. Három. Négy.
És ötödikre se adta be. Hát ez szívás. Akkor lehet, el kell engedni. Hát akkor a Thunderstaff újra. Most más erősítőkkel. Neked kifagyott. Azt nézem, fullon van a videókártya. 82 fokos. Max kihasználtságon. Max kihasználtságon a videókártya. Projectile size, az kell. Hát ja, max grafika, hát a játék max grafikában. Na ez számít. De nem akad, hát ugye ez fontos. Thunderstaff. Na vége lett. Izé, a kamera, majd a telefon képét fogom streamálni, Zodiac. Több mint valószínű. Erre megyünk. Ott a shop. Korai shopozásokat akarok. Hogy van rá program. Van rá program. Elvileg ilyen előfizetéses program, és akkor előfizetek rá, azt tudom streamálni a kamera, amelyet a telefon képén. Úgyhogy OBS-be fogom berakni, ha arra gondolsz. Múltkor már nézegettem, hogy így hogy működne, és amúgy elég frankó. Akkor még csak a demóját próbáltam. Ez gyors volt. Wow, és kaptunk crossbow-t. Az is projectile-os. Na nézzük csak. Ja, hogy ez random. Hát, hogy nekem nem kell céloznom, erre voltam kíváncsi. Ja, a menőnek tűnik ez a crossbow. Project Time Speed, legyen a crossbow fejlesztés, ha már itt a lehetőség.
ezeknek megint gyorsan vége lett, basszus. Hiperszonikus. Projectile lifetime, projectile speed. Legyen. Majd megoldjuk, majd balanszoljuk. Na, de most miért lövünk kettőt a crossbow? Ja, mert felfejlesztettük a folyam. Egy percünk van túlélni. Szerinted ez elég menő fejlesztésben, azt mondod? Fire Spirit. Gondolom úgy kerül fel, hogyha megtámadok valakit. És akkor a dot stackelődik az enemin. Aha, fáj neki az égetés, attack speed. Ez az égetés, ez menőnek még. Ice Spirit. Attack speed. De ez a lassítás is jónak tűnik egyébként. Movement speed, crit chance. 1400-unk van. Hát nem tudom. Nem megyünk a shopba. Az helyzet az early shopba az a gond, hogy az elvesz egy lehetőséget attól, hogy enemiket öljünk, nem? Bár ha meg early shop van, akkor meg erősebbek lehetünk. És több XP-t tudunk összeszedni. Vagy nem tudunk többet összeszedni, mert most például Monster Killre megyünk. A fene se tudja, nem tudom, hogy megéri-e az early shoppingolás. Iron skin, attack speed. Az attack speed azért érződik. Crossbow-nál legalábbis. Damage növelő, projectile speed. Ez a damage növelő, mert a rare. Ups. Na ott van Fire Spirit, 40%-es siel éget. Jó tudsz. Azt mondja, hogy Spear, Defense. Base damage, sorry, srácok, base damage. XP szorzó, projectile lifetime, projectile. Ha tudunk már módosítani, akkor a projectile inkább. Damaszkuszi a cél. Ja. Na, kérdőjel.
Kérdőjel semmi volt, ez egy másfél perces pálya. Öljük az erős gomba boss-t. Na heavy, lassabbak leszünk. Aha. Projectile speed csökkent. Ez most, hát nem tudom. Balanszoljuk? Balanszolhatjuk igazából. Damage szorzó is már elég menő a stat rajta. Thunder stat fejlesztés. Projectile speed. Jó. Dash. Dash nem érdekel. Projectile lifetime. Ez jöhet. Viszont kellene majd még speed, movement speed. Ez szerintem kevés lesz a bosshoz. Pike-ot. Base damage növelés. Base damage, srácok. Na, 60% eséllyel gyújtjuk meg az ellenséget. Defense. Hát, XP szorzó. Égetjük, srácok, a gombát. Mindjárt maxos, vagy már maxos is a Thunder Slapon vajon? 6/7 volt, szóval gondolom ez még az utolsó előtti fejlesztés. Béz nem is mert. Köszi szépen, srácok, a követéseket. Jó. Még nagyobb projectile. Attack area size. Talán a crossbow-nál segíteni fog. Ez
120 smiley. Oda néz. 3 crossbow projectile. Weak point, critical damage, crit chance. Jobbra fogunk menni. 50%-kal többet ér az XP. Jobbra. Aztán balra. Damage szorzót kértem. Na, srácok, még egy projectile. Hát csak azt nem tudom, hogy mihez. A crossbowhoz. Valószínűleg a crossbowhoz. Esélyel gyújtogatunk. Na csak meghalt a boss. És akkor kérünk crit chance-t, wow! Jó, és akkor crossbow fejlesztés még. Üdvöbb mindenkinek, srácok, közben. Ha-hú, ha-hú. Jó. 35-ös szintű vagyok, srácok. Ben, szerinted mennyire igaz, hogy a srác a fejlesztő? 50%-os crit. Pins, shop, nem shop. Servus Krizsán elvtárs. Critical damage, defense. Defense. Area. Az helyzet így, az eliteket pont kiadjuk. Ez nem tűnik amúgy olyan ütődíjednek, mint az előző. Ha engem kérdeztek. Na, 60%-os crit chance. Srác, vagy ebbe tényleg valami fejlesztésszerű csinál? Komolyan? Tök menő. Köszi az infót egyébként. A bosszok nagyon szépen égnek. A real science legyen. Na. XP szorzó, de mi szorzó? Legyen az XP szorzó. Már így a végén XP szorzó. Ja, csak nem tudni ugye, hogy mennyire valid kis András. Base damage, csak, hát én nem akarok semmit. Damage mitigation. Javítja a shopot, tessék.
Na hát, annyira javítottuk a shopot, hogy most nem tudunk venni semmit. Már nincs pénzünk. Reap. Ez konkrétan reap. Legalább kipróbáltuk, hogy ez micsoda. Nem? Nem igaz? Jó, jó, jó. Ez ilyen kis ablás. Hogy rám charge-olt? Ne! Most jön a kemény rész. Defense. Lifetime. Defense. Hogy közben fölé lett a boss. Júj! Azt a rohadt! Meghalunk, srácok, mind meghalunk! Hát sajnos ez így rip. Igen. Ez így rip. R-I-P. Az helyzet. Hiába. Csak 3800 elemét ölt meg a crossbow. Nézzétek mennyi damolt. Kemény. Ez a crossbow, ez nagyon kemény fegyó. Na. Jól van. Mit szóltak amúgy ez a Rogue Genesiához? Ígéretesnek tűnik, én mindenféleképpen nyomom majd, hogyha megjelenik a teljes verziója. Amiben különleges ez a többitől, az annyi, hogy máshogy néz ki. Illetve, hogy... hogy is mondjam nektek? Dönthetsz az eventekről. Dönthetsz arról, hogy te most szörnyeket akarsz szölni, vagy random eventet szeretnél, vagy chestet akarsz nyitni, és látjátok így a limitációit a pályának, úgymond. Vannak részek, ahol bizonyos számú ellenséget kell megölni, vannak, ahol meg bizonyos ideig kell túlélned. Érdekesnek tűnik. Ez még csak a demója. Ezért láttunk egy pályát is például. De itt van például, hogy lesz majd valami survival mód, rankok. Gondolom ez az endless mód lehet. Éppen nem kéne ezek a rankok, pályák. Gondolom én. De egyelőre ennyi. Tetszik egyébként ez a stílus. Ez a 2D-s, 2,5D-s. Azt hiszem amúgy ezt a grafikai stílust 2,5D-snek hívják. Be lehet állítani, hogy merre akarok haladni. Lehet állítani a nézetet is. Érdekes, srácok. Kíváncsi vagyok, hogy a demója milyen lesz a játék, majd a demója, a teljes játék milyen lesz majd. Egy próbát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen megért.
az a helyzet. Ezt jobban élveztem most, mint a Saints Row jelenlegi állapotát. Ha a Saints Row-ban nem lenne ennyi bug, ez alatt a 3,5 óra alatt, akkor lehet, hogy ez nem lenne amúgy igaz, mert tudjátok, hogy szeretem a Saints Row-szerű játékokat, de ez most jobban szórakoztatott az a helyzet. Remélem, nektek is tetszett.